Ma van izé is. Zeller, ami ritka. Tura Rudi, ponekad. Széles metélt és a legendás csigatészta. Hát a number van az a töpörtyű, utána a füstölt szalonna és a kolbász. Eddig nagyjából 10 évet éltem Magyarországon kívül, és tapasztalataim szerint kétféle magyar ember van. Az egyik, aki külföldön is keresi a magyar társaságot és a magyar ételeket, a másik pedig nem. Én az első csoportba tartozom, úgyhogy most megmutatom nektek, hogy sok ezer kilométerre Magyarországtól, jelenlegi lakhelyemen itt Floridában, hol és mennyiért találok magyar alapanyagokat és magyar ételeket, meg egyébként milyen magyar termékek vannak itt. Hogyha velem tartotok, nagyon meg fogtok lepődni a végén, ígérem. Szóval indul is a nagy utazás, bejárom szinte egész Közép-Floridát, mert tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy mit, hol és mennyiért lehet beszerezni a magyar termékek közül. Az én kis gasztró kalandom a saját házunktól indul, méghozzá a feleségemmel Zsolnai Gyöngyivel, aki lakott már velem Magyarországon és Angliában, Amerikában és Óceániában egyaránt, úgyhogy hosszú évek tapasztalatával pontosan tudja, hogy milyen ételhez milyen alapanyag kell, illetve valahogy azt is mindig kitalálja bármelyik földrészen, hogy mit, mivel lehet helyettesíteni akkor, ha egy jó magyaros vacsorát szeretne főzni a világ végén. Gyöngyi főleg ebben, a zöldségekben és gyümölcsökben igencsak gazdag boltban szeret vásárolni. A húslevesbe való zöldségek, azok nagyon ritkán lehet csak megtalálni. Például ebben az acskóban van sárgarépa, sárga-sárgarépa és lila-sárgarépa. Igazából kipróbáltam egyszer, és az egész leves lila lett tőle, és hát ehetetlen volt a leves, vagyis igazából nem volt szép. De nagyon ritkán lehet találni zellert, vagy másfajta zöldséget, amit bele lehet tenni még a levesbe. Gyöngyi lila húslevese amúgy valóban mulatságosan nézett ki, de attól még nagyon finom volt. Ami viszont minden magyarnak jó nagy kihívást jelent Amerikában, az a paprika. Hiába van belőle ugyanis kismillió, magyar, vagy legalább magyaros paprika, nem nagyon található errefelé. A gyerekek mindenféle piros paprikás, pörköltet, gulyást nagyon szeretnek, és nagyon nehezen lehet találni jó piros paprikát. Ez az egyetlen bolt, ahol spanyol piros paprikát lehet találni, ez egészen jó minőségű, és jó szint ad, és jó ízt ad az ételeknek. Hát a mögött hagyom a zöldséges áruházat, irány a térség legnagyobb élelmiszerboltja. Ez itt a térség legnagyobb élelmiszer áruháza, a Publix. Néha az az érzésem, hogy ami itt nincs, az nem is létezik. Na most megnézem, hogy magyar termékekkel kapcsolatban ez így van-e. Nagy várakozással jöttem ide, mert itt a kifőzdétől a cukrászdáig minden van. Hát akkor miért éppen magyar alapanyagok ne lennének? Jól néz ki a sor, mint a hagyma, avokádó, hagyma, avokádó. Paradicsom, hagyma, paradicsom, fokhagyma, paradicsom, brutál nagy hagyma, paradicsom. A hagyma nagyobb, mint az öklöm, de akkor sem olyan, mint a magyar hagyma. De azért van itt bőven más hiányosság is. Hiába a hatalmas húspult, egy amerikai ABC-ben vagy nagyáruházban alig lehet kapni belsőséget, tehát szív, zuza meg máj például alig néhány helyen van. Pacal, belsőség, csülök, nuku, a rákból és homárból meg ugye nem lehet jó lábszárpörköltet csinálni. De talán majd a nemzetközi áruk sorában nagyobb szerencsével járok. Brit, kóser, ázsiai, spanyol, karibi, szintén, a végén pedig mexikói. Hát feliratok alapján nem túl biztató a helyzet. A fűszerektől az önteteken át a cukrokig van itt minden, ami nemzetközi, magyar termék viszont egy sincs, ahogy normális kenyér sem. Ha már Gyöngyi elmondta, hogy neki mi hiányzik a legjobban, akkor elmondom én is. Nekem a kenyér, mert hiába van a hátam mögött, meg mellettem 46 féle különböző kenyérnek mondott valami, hát az én magyar fejemmel ez nem kenyér. Ez az olasz valami, ez még csak-csak, de hát ez sem az igazi.
És akkor most eljött az idő, elmegyek a jégpálya melletti Kressz központba, ahol tudom, hogy tényleg szerencsével járhatok. Mert bár ez a központ egy tök üres plázában van, ahol a bowlingpálya éppen úgy kong az ürességtől, mint a mini versenypálya vagy az autózási múzeum, egy dolog mégis nyitva tart, ez pedig az oroszbolt. A magyar termékeket az USA-ban főleg az ilyen vagy ehhez hasonló oroszboltokban árulják. Széles metélt és a legendás csigatészta. Azért ez jól láthatóan egy orosz bolt, mert van szamovár, meg matrióska baba is. Na végre, a megannyi orosz bor mellett rátaláltam a tokai aszúra, meg a sárga muskotájra és hárslevelűre. Egyébként a 6 puttonyos tokai aszú üvegje 25.000 forintnyi dollárba kerül. Szibériai disznó meg marha bezzeg van, ahogy baltikumi szardínia meg ruszli is. És alkohol, dögivel. Mondom, ez maga az oroszbolt. Na de legalább már láttam magyar dolgokat, igaz, ez nekem még nem elég. Úgyhogy autóba vágom magam irány Közép-Florida legnagyobb városa, a több mint 4 milliós Orlando, ahol a nemzetközi élelmiszerek hipermarketjét keresem. Ez az. Egy csomó nyelven ki van írva, hogy üdvözöljük, még horvátul is Dobro Dasli, de sajnos magyarul nincs, de legalább a zászlónk ott van, a horvát meg a brit lobogó alatt. Na nézzük, hogyan állnak magyar alapanyagokkal itt, a Nemzetközi Élelmiszerek Központjában. Ha a Publix-ba nagy reményekkel mentem be, akkor ide még nagyobbakkal. Bent már ránézésre is óriási a kínálat, a polcok csak úgy roskadoznak a nemzetközi tárgyak, főzőedények és főleg az élelmiszerek alatt. Olasz alapanyagokból van itt a legtöbb. A tészták mellett az olivabogyóknak még külön sarkot is kialakítottak. Konzerv-konzerv hátán, zászló-zászló hátán. Itt ugyanis kicsi lobogókkal jelölik, hogy melyik nemzet fiai és lányai hol keresgéljenek, hogyha egy kis hazaira vágynak. Amúgy 41 különböző zászlót számoltam össze, a magyar nem volt közöttük. Viszont ez a hely azon kevesek egyike, ahol most is békésen megfér egymás mellett a kék-sárga ukrán lobogó és az orosz trikolor. Magyar ételt egyelőre nem, de Amerikában készített magyaros kolbászt már találtam, ahogy magyaros lekvárt és magyaros savanyúságot is. Korábban már kóstoltam ezeket, udvarias leszek, nyomokban emlékeztetnek a hazai magyar ízekre. Minden reményem a sörös-boros osztályon száll el teljesen. A térségből még a cseheknek, lengyeleknek és szlovákoknak is van hazajuk, csak nekünk nincs. És itt az igazi tördöfés. Még a legendás gulyásunk és a paprikásunk is horvátként van eladva. Hiába az irgalmatlan mennyiségű étel és ital, igazából csak két ízig-vérig magyar terméket találtam, azt is Romániából. Az egyik a borszéki ásványvíz, a másik pedig a Perla Hargita, vagyis a Hargita gyöngye, szintén Székelyföldről. Ennyi kudarc élmény, meg fél siker után most végre elautózom egy olyan helyre, ahol tényleg több magyar termék is vár, meg egy hatalmas meglepetés. Mindjárt mutatom is. Hát eddig tartott a csalódás és a búskobor szomorúság, most jön az igazi Joker, meg a hatalmas meglepetés. Hiszitek vagy sem, a térségben a legtöbb magyar terméket egy pici bosnyák bolt árulja, félúton Orlando és lakóhelyem Daytona Beach között. Igen, igen, nemzettársaim a legnagyobb magyar boltosok Közép-Floridában. Üzletük neve így hangzik, Euró-Balkán élelmiszerbolt. Na, itt aztán tényleg van, mint csodálkozni. Az édesség soron van szaloncukor, alatta pedig a legendás Tibi Csoki. Magyar és horvát áruból van a legtöbb. Nagyjából 2000 terméken van a boltban. És mi a legnépszerűbb a magyarok körében? A magyaroknál a pikszalámi, a gesztenyepüré, a ketchup, a majonéz, a gulyáskrém és a paprikakrém a legnagyobb sláger. Hát ő itt Kruszko, a bosznia-hercegovinai bazáros, aki 10 évvel ezelőtt nyitotta meg az üzletét. Vásárlóinak egynegyede magyar, akik azonnal megrohamozzák a boltot, hogyha Kruszko kiírja a Facebook oldalára, hogy pik szalámi érkezett.
de ez még közel sem minden. Na itt van egy érdekesség, meg furcsaság, a hátam mögött találhatók a paszták, meg a különböző krémek, a kezemben meg a gulyáskrém, meg a piros arany, és látjátok, a piros arany magyarul van ráírva, de az, hogy csemege vagy erős, az pedig már románul, de ez egyértelműen magyar termék. Szóval itt a román feliratú magyar gulyáskrém, meg a magyar feliratú magyar gulyáskrém. A fene sem tudja, hogy hogyan kerültek ezek pont így ide. Egy nagy tubus egyébként 2000 forintnyi dollárba kerül, a kicsi ára 3 dollár, vagyis valamivel több mint 1000 forint. És hogy teljes legyen a kép, a bolgárok kecsketejért jönnek ide, a románok meg csokiért. A bosnyákok a bureket keresik, a szerbek meg leginkább a csevapcsicsát. Én meg személy szerint a bosnyák kávét, amihez minden tartozék kapható Kruskó boltjában. És itt és most egy pillanatra meg is akasztom az utazásunkat, de ígérem csak egy rövid kitérő erejéig. Hiába van nálunk itthon ez a borzasztó kapszulás amerikai kávégép, én azért elsősorban magyar presszót iszom, amelyet ebben a hagyományos kotyogósban készítek. De az igazi szívszerelmem a Jazzvában készített bosnyák kávé. Figyelem, ez nem török kávé, bosnyák kávé. És mivel ezt nagyon szuper módon készítem el, főzök is nektek egy adaggal. Figyeljetek! Ígérem, rövid leszek. Először is felforralom a vizet a Jazzvában, vagyis a bosnyák kávéfőzőben. Ezt követően átöntöm a vizet egy pohárba. A picit nedves Jazzvába beleteszem a bosnyák kávét, és még egy picit rápörkölök. Erre öntöm vissza a forró vizet. Amikor már majdnem forra kávé is, akkor a tetejéről a zacot kanállal leszedem, és visszacsurgatom a Jazzvába. A végén az edényt félreteszem, és megvárom, amíg a zac leülepszik. 2-3 perc múlva pedig már töltöm is a bosnyák kávét egészen addig, amíg a kávé aranybarna színű. Ha már sötétedik, akkor abba hagyom. És már kész is az isteni gőzölgő bosnyák fekete. Hát ennyi volt a rövid kitérő, és ennyi volt szívem szerelmének a bosnyák kávénak a receptje. Most megyünk is vissza a bosnyák boltba, mert van ott még magyar termék, nem is akármilyen. Ahogy ígértem, most irány vissza a magyar termékeket áruló Balkánboltba, ahol Kruskó már nekem pakol, ugyanis én is vettem pikszalámit. Egy majdnem másfél kilós rúd ára 18.000 forint. A negró pedig 1500. Kis szépséghiba, hogy ez szerb negró, még az is szerbül van ráírva, hogy a torok kéményseprője. Viszont van konyak megy 5000-ért, az Amerikában gyártott magyaros csemegeuborka üvege pedig 1800 forintba kóstál. És Kruskó már mondja is, hogy mire fáj a legjobban a magyarok foga. Karácsony idején a szaloncukor a legnépszerűbb, képtelen vagyok eleget beszerezni belőlük. És mi az a magyar dolog, amiből bármennyit el tudnál adni? Figyelj, a lehető legnagyobb sikere a Túró Rudinak van, abból aztán tényleg sosem elég. Akármennyi is jön, 2 óra alatt eladom az egészet. Kruskónak egyébként van egy mini borszalonja is, ahol 3 magyar bora is van, mind a 3 Tokajból. Sörből viszont egyetlen magyar sincs. Bezzeg román, cseh és bosnyák sört lehet kapni, üvegjét 1300 forintnyi dollárért. Lassan búcsúzom a bosnyák boltól, ahol amúgy fele annyiba kerül minden, mint az oroszoknál, de nem ez az egyetlen kellemes meglepetés. Sőt, az igazi meglepetés még csak most jön. Itteni forgatásom nem is végződhetett volna jobban, ugyanis Kruskó nem csak egy kiváló bosnyák üzletember, hanem a barátom is, és tudta, hogy jövök, ezért a hűtőszekrényében elrejtett valamit, amire mindenki vágyik, és nem lehet hozzájutni. Szóval én most pult alól kaptam egy eredeti, legendás, piros pöttyös Túró Rudit. Viszlát, kedves Balkán boltom, sokszor jövök még majd hozzád, de most mennem kell, mert van még egy célállomásom. Egyre kisebb utakon autózom, aztán ráfordulok egy murvás földútra. Itt a floridai tanyavilágban sokan már nem is kocsival, hanem lovakkal közlekednek. Nos, itt ebben a takaros házban található az igazi floridai házi magyar bolt. Hát ezt a boltot 7 éve
csináljuk úgy igazán. 8 éve kezdtük, de 7 éve. Mit árultok? Füstölt termékeket árulunk, füstölt kolbászt, füstölt szalonnát, és mirelitbe sütnivaló kolbászt, meg hurkát, és ilyeneket. Mi a slágertermék? Hát a slágertermék egyértelműen a füstölt kolbász és a szalonna. Mi az, amiből bármennyit el tudnál adni? Hát ez a kettő, meg ugye még a töpörtyű. Ványai Tamás a tyúkjait nézi, ugyanis náluk még friss tojást is lehet kapni. A házon belül a garázsban alakították ki a magyar miniboltot, ahol a sportszelettől a leveskockáig sok minden kapható. Ám az igazi aduász a kolbász, ami magyarországi fűszerek segítségével éppen most készült el, és amiből alig pár napig lesz csak készleten, annyira szeretik a környék magyarjai. Ahogy a sütnivaló hurkát és kolbászt is. És akkor most az árakról. Egy szál sütnivaló kolbász nagyjából 5 dollárba, a hurka szálja 6 dollárba, a füstölt kolbász rúdja pedig 7 dollárba kerül. Mondom, nagyjából, és ez így és itt egyáltalán nem drága. A Deli's Daily Daytona Beach garázsbolt és internetes áruház egyébként Tamás feleségéről kapta a nevét. Deli Erika azt meséli, hogy amikor kijöttek Amerikába, ők is keresték a házi magyar ételeket, és mivel nem találtak eleget, megcsinálták maguknak. Így indult a kereskedésük története, ami azóta már messze földön híres. Erika, vannak törzsvásárlóitok? Vannak, igen, visszatérő vásárlóink. Ők főleg magyarok vagy amerikaiak? Inkább magyarok. Hogyan értesülnek ők arról, hogy éppen disznót vágtatok, éppen van kolbászhurka? A minden töltés után, minden füstölés után felteszem a Facebookra, és akkor így látják, hogy van friss töltés-füstölés. Hogyan vásárolnak itt a helyiek? Eljönnek ide házhoz, vagy inkább elpostázzátok? A helyiek jönnek természetesen, illetőleg sokan utaznak és 3-4 órát is képesek felvenni a csomagot, illetőleg nagyon sokat postázunk is. Na most melyik a legtávolabbi helyszín, ahova valaha kolbászt, hurkát postáztál? Washington állam. Washington állam? Hát az Amerika túl vége. Így van. Adott hát egy házaspár, amelynek tagjai hajnaltól éjszakáig robotolnak. Itt van Gyöngyi, aki bármiből és bárhol képes magyar ebédet készíteni. Van ugye egy méregdrága és nem túl jó oroszbolt, ahol aranyárban kaphatók a termékek, a nemzetközi élelmiszerek áruháza viszont teljes kapufa, ott sajnos semennyire nem vagyunk jelen. De szerencsére itt a bosnyák Kruskó, aki elfogadható áron adja a magyar portékáját. És persze Erika és Tamás verhetetlen hurkái és kolbászai is itt vannak. Szóval aki keres, az talál még magyar ételeket is a világ végén. Eddig tartott az amerikai magyar gasztroexpedícióm. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett a kis filmem, dobj egy lájkot és iratkozz fel a csatornámra. Hamarosan jönnek a további kalandok.